Kezdtük az adást, sziasztok, köszöntünk mindenkit. Ez már a hatodik off-topic adás. Hárman leszünk a ma este során. Zoli? Balázs? Valamint én, Csibu. Hát úgy döntöttünk ismét, hogy olyan adással jövünk nektek, ahol egy kicsit játékosabb a dolog, és ahol majd ti is szerepet kaphattok. De mielőtt ez megtörténne, ez a játék, azelőtt egy sport témakörben készítettél, ugye Balázs, egy villámjátékot. Én azt gondolom, hogy kezdhetjük. Aztán, bár ugye később fogjátok látni hozzánk képes, de nyugodtan írjátok be a válaszokat, hogyha még mielőtt látnátok a helyes választ, a helyes megoldást. Ugye a villámjátékban még leginkább itt tippelni kell. Ó, basszus, és én is elbasztam nagyon durván. Egyből a sok duma. 6? Hogy mondhatod azt, hogy 6? Így dugod bele a bowlingo jobba, vagy mi? Az én képernyőmet látjátok, tehát azt, hogy a többiek mit tippelnek, azt így csak a végeredménynél. Hát én megyek, akkor én is megyek hazai pályára, és azt mondom, hogy ezt egy konszolnak megye, ha már ott születtem. De legalább meghagytam neked ott, hogy mehetsz Baz megyére. Na, hány olimpiai aranyat nyert pályafutása során Pelle István tornász? 5-5? Hú! Az a baj a tornászokkal, hogy nem tudnak olyan sokat halmozni, mint mondjuk egy úszós, vagy egy kajakos, hogy csapat, meg 50 méter, 100 méter, 18 ezer méter. Hát, de nem annyira jellemző szerintem. Van egy főszáma, esetleg valami csapat, vagy valami mellék, nem tudom, de... Labdarúgó VB. Na sajnos igen, mert én mire elmondom a kérdést a kedves nézőknek, mert én foglalkozok velük. Szerintem egyébként ennek a VB-nek volt a legjobb a indulója. Tam. Beszéltek egy kicsit, mert olyan, mintha a hangotok nem jönne át. Én nem látom az audión a... Nem. Hát a böngészőt lenémítottam, de hát az csak a böngésző. Hogy ne legyen ez a... hülye Firefox hang. Na, most talán. Jaj, de hülyeséget nyomtam. Na, hát akkor ismét köszönjetek. 98. Sziasztok! Üdvözlet! Remélem, most már van hang, bocsi a hibáért. Nem is tudom, volt valami lényeges, amit mondtunk? Semmi. Hát ilyen kulisszatitokat, átigazolási híreket, amiket sehol nem írtak meg. Ó, már megint van ez a hülye honfoglaló hang. Osztalod teget! Pedig azt hittem, hogy kevés lesz, amit írok. Kevés is, csak hozzátok. Igen. Kincsem. A halt, hát legyen halt. Úristen, de így játszottam ezzel. De bazd megy legalább a tiéd. Még gyerek voltam. Az angolna, Erik az angolna. Hát ezt elbasztuk mind a ketten. Kárpáti Rudolf. Ó, Norbi, azok a tipjeim most itt a hangkeverés miatt csak úgy valamit beírtam. Csörte.
Miért tudtad? Á, francba. Á, de kár. Pedig ezt tudtam. Fangio és a Forma 1. Nem volt jó amúgy a hang, mit állítottál utána jó? Ráállítottam arra, ami a fülesemen van, de hát az USB nem azt szokta használni, hanem a alaphangot. USB. Na jó, nem leszek olyan szemét is, nem megyek a váradra, jó? De miért a tiszta piros minden? Na vajon melyik? Hát nyilván a Panathinaikos. Argus Pitesti. Zimbrut Csiszinau. Gyorsabb voltam. Ráadásul ilyen rosszat is nyomtam. Utálom a kosárlabdát. De azért ezt tudnunk kellett volna, mert voltam már egy kosárlabda meccsen. Szóval abszolút hazai pályán vagyok, piros szín, hajdú benye, úgyhogy... Nem egy kombó. Néha bejön ilyen dobszólam valakitől. Jaj, ez az enyém. Jaj, hát na vajon melyik Egerszegi Krisztina? Ja. Egervári Krisztina. Őszinte leszek, még nem hallottam a nevét se. Ó, picsába. Tényleg nem? Nem. Kázági. Sebességbe kéne tenni a fejemet, én úgy érzem. Sebességbe kéne tenni a fejemet. Most elvágom, kettévágom az birodalmodat, Balázs. Ez a négy közül csak ez volt értelmes, de hogyha négy nagy város lett volna, akkor nem tudtam volna. Húdugrás. Biztos ugrott, Marcus Wright-nak. Hopp! Persze. Tudtis, használtál valami csalú segítséget. Nem szabad segítséget használni. Használtál segítséget? Nem. Ne is. Majd a végén, mikor a váratom. Nem, ne használjunk segítséget. Clips. Ja. Ez könnyű. Azt nem tudom. Tedár. Azt mondja, hogy ez könnyű. De az... Jó, hogy azt hittem, hogy te támadtál engem. Na hát a Clipsben jobb vagyok. Balázsnál. Legalább valami. Párban. Morgenstern. Zolinál 3-3 bájú kosár, és nekem még az is sok a kosárból, komolyan mondom. Nem, egyébként nekem 3/4 áll, itt javítanék. Meccés pont. No. 128-ra gondoltam először, de hogy 360... Ennyit nem tudtatok, úristen. De amúgy a Go-nak nem egy végtelen táblája van igazából? Azt sem tudom. Végtelen táblájának egyszer elkezdik és hát, soha hogy bármeddig van. Viheted. Ja? Na mindegy. Washington. Milyen jó, kipászhatom. Nem tudom. Haha, én tudom. Pedig tudom kéne. Á, tudtam, hogy valami dupla vés, de azt nem mondja a Wizards. Ó, oh, bakker. Pedig ezeket jól szoktam tudni. Visszafoglaltad. Balázs támad, neki van a legtöbb pontja. Nem kell itt tanácsolni. Igen, igen. Mivel követel lábhibát a teniszben az adogató játékos? Hát, mivel béna. De mit rúgnál meg a hálót, komolyan? Idegesített, hogy Csibó hangosan olvas, és nem tudtam koncentrálni. Ez az, sikerült megzavarnom Balázst, az volt a terv. Úgy megy oda a hálóhoz. Mondom, hogy nem tudtam koncentrálni. Látjátok, a tenisz az megy, mert az urak sportja. Terszkyánszki, oda tudtad, vagy tip volt? Fogalmam nem volt. Én nem tudtam, csak tippeltem. Réva ilyen ciklopédiát kinyitva a lábánál. Mivel még itt ez olyan különálló ez a Győrmoson. Ó, nem áll. Azt mondják, csetem, nekem lassan megvan a 2/3, ennyi. Igen. Akkor nem is volt olimpia, nem baj, amit beírtam. Á, 79. Hogy lehet ilyen egy olimpiára? Hát közel van két olimpiához is. Visszakérem.
Ó, az igen, tartam. Akkor megnyertem, yes! Csak névről gondoltam, hogy lesz az valami más ország lesz. Hát gratulálunk, Balázs, és akkor jöhet a nagy játék. És hogyha már jön a nagy játék, akkor nektek is jön a nagy játék. Ugyanis most gyorsan, amíg Balázs készít nekünk egy kódot, figyelem, beillesztek egy linket a chat felületbe, és arra hívunk titeket, hogy játszatok velünk. Az első kettő legjobban kitöltő az csatlakozhat hozzánk, hogyha akar, az is kitöltheti, aki nem akar játszani, erre lesz a kérdőívben egy külön felület, ahol ki tudjátok tölteni a neveteket. Szóval a legjobb két kitöltő lehetőséget kap, hogy itt élő adásban most játszon velünk, és akkor indítom a linket, lehet rákattintani, 5 kérdésből áll, mindegyik kérdés 1 pontot fog érni. Jó szórakozást hozzá, addig mi játszunk egy hosszú hadjáratot, és akkor utána meglátjuk, hogy kinek hogy sikerültek a kérdések, amiket majd be is fogok olvasni azoknak, akik csak hallgatnak minket, meg akik nem tudják megnyitni mondjuk a linket. És itt van, kitettem, mármint a linket. Meg mást is kicsaptál. Nem, az nem ez a műsor. Lesz olyan videó is? Nem ezen a csatornán. Nem lesz olyan videó. A Game Obscurán mi? Ja. Na, kódot adsz? Ott van. Már ott van cseten rég. Ja, hogy te így titokban küldöd el, nehogy valaki kihallja. Pedig úgyis van egy 15-20 másodperces késés a streamben. Lelombozóan szarul játszottam, gyerekek, most komolyan. Hagytál minket érvényesülni. Ja, persze. Fú, látni fogják ki a kódot. Hosszú hadjárat és minden témakör most. Minden témakör. Húha, most akkor beégünk jobban, mint eddig. Na, te válasz az először, látod? A vesztesek választhatnak legelőször. Mármint aki az előző játékba vettett. Ahogy nem mentek hazai pályára. Hát sajnálom. Oda mész, azt hittem lejössz délre. Hova, Gyirmótra mentél, vagy hova? Felcsútra senki nem megy. Csibu Pécset kiválasztotta. Tudod, ha már zöld vagyok, akkor Győr. Mástól is kérdezem, mert Geri beírta, hogy rossz a link. Nézzétek már meg, hogy jó-e vagy se. Mert hogyha nem jó, akkor javítok rajta. Nekem bejön. Nekem is. Ki írta a Némó kapitány című művet? Hát ez nekem könnyű. Miért te írtad? Igen, álnéven. Ő fordította. Gyerekkori kedvenc szerzőm. Mondjuk ezt szerintem a nosztalgiás off-topicban is már igen. Ismertettem. Most nem írnak chatre, mert szerintem mindenki tölti kifelé a tesztet. Nem baj. Mindenki titeket akar lenyomni, nem engem. Pedig vannak benne szemétkérdések. Igen, láttam. Melyik a legnagyobb római szám? Na, ebben nem vagyok jó. Nem hagysz koncentrálni. Ah, basszus, ezt én mondtam, hogy ezek gondolkozok, hogy melyik. Pedig ez nem volt nehéz. Azt tudtam, hogy az egyik M betűs lesz. Mit szeressek? Menjünk el. Csak azért is benyomtam. Csak azért is benyomtam, hogy Csányi Sándor nem szerepel benne. Egyébként nem szerepel. Idejövünk honfoglalózni egy off-topic adásba hétköznap, és akkor is Csányi van az arcunkban, ja. Nem igaz? Csányi Sándor, ta-ta-ta-ta-ta. Na, végre valami sport témakör. Már megint ez a foci. Kuku. 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 Ó, ő portugál volt?
Ja nem, akkor holland volt, mi? Holland, igen. Kóki. Jöjjön a paprika. Nem vagyok ebben biztos. Jó. Biztos lehet. Magyar Pen Klub. Ja, nem az ő volt, Hugh Hefner. Az nem Penny János volt? És akkor... Görögország lett. Azt tudod neked, hogy mekkora mázlit túl van. Túl nagy ország volt az, hogy azt jelöljön be. Na nézzünk egy tippelést. Válaszol gyorsan! Ez a válaszol gyorsan megijesztett, nem tudom kitől jött. Válaszolj gyorsan! Az idő. Hát de műtrágy a 16. században. Hát mit tudom én, azt mondta, hogy válaszoljak gyorsan. Ja, miből csinálták volna műtrágyát? Hát miből? Volt már egy csomó képzőművészeti alkotás. Ó, egyest oda kellett volna írnom elé. Bakker! Bavárás, neked rohadt szerencsés kezed van. Ó, azt befoglalod a közepemet. Meg jó, hogy? Szemét. Nesze a szorzás, azt ezt is hamarabb beírod, basszú. Ti billentyűzettel nyomjátok, mi? Nem, hát nem én a agyhullámokat irányítom. Én egérre laptopon vagyok, nem szeretek a laptopon vizelni. Akkor így eleve hátrákban indulsz. Ugye valaki, hogy ez a teszt egy szopás. Sorry. Ó, rosszat nyomtam, bakker! Hát, honnan nem tudod? Nem biztos. Aha, igen, azt akartam, basszus. Pedig jó lehet, hogy ez a még közvaciláltam. De miért engem 1600 ponton van? Mi a pampuska? Idegesítesz. Úristen, ez mennyire könnyű. Én nem tudtam, csak úgy, a többi az akkora hülyeség volt, és Balázs pont az egyik hülyeséget választott. Látok, mert így hívják? Nem. Borsodi nyelv. Egyszerűen csak fánk. Ez a mi fánk. Nem, papuskának hívják. Muflon. Nagy vámpír. Nagy vámpír? Mi az a nagy vámpír? Ennyi. Balázs, te hihetetlen vagy. De, vagy de mi az a nagy vámpír? Szerintem mi használja a segítségeket, csalik. Persze. Csalik. Na jó van. Na, szírta ki. Asszus, miért nem tudsz nehezebbet adni, amit nem tud Balázs? Még mindent tudok. Na, ezt tuti nem tudja pontosan. Ha te tudod, akkor tiéd. Én sem tudom amúgy. Nem tudod, hogy 533, ne csináld már. Francba. Vagyis hát tudtam. Én tudom, kiderült. A pireneusi béke. Második világháború. A névből azért a vég egyértelmű volt. Egyszerűen túl jó vagyok. Ó, szegény Moravia, Morata, már meghalt? Yes! Végre megfogtuk. Támad te is, most kell kinyírni. Hold most megölöm. Majd felolvasom a kérdést, és ezzel jól megzavarom. Akkor kilépek a francba. Zoomból. Ilyen buzi kérdést. Na, Debreceni kérdés.
Na, ez itt gáz lenne, szépen, hogyha nem vinnéd. Ez gáz lenne. Nem már! 1450 az azért nagy... Jó, nem sokat tévedtem. Református templom, akkor még csak reformáció se volt. Én csak a templomot láttam. Mi, bakker, de Debrecen, hát komolyan. Na jó, cserébe most nem Balázs támadom. Tádzs Mahal. Tibet, a hülye is tudja. Jó van. Város Pataki Sár. Yes. Jó. A fogalmam sem volt amúgy. Hát de jót írtál. Nem írtam jó. Jót írtam? Jót írtál, hát az volt a helyes válasz, csak lassabban írtad be. Nem, Zoli 2000-et írt. Nem, én 2000-et írtam, azért mondom. Egy kis csúnyi szerencsét lesz. A két ruszki között vaciláltam. De Zajcev az a izé volt, a mesterlövész a ellenség a kapuknál című filmben. A franc tűnt. Ne engem. Mit mér a Scoville skála? Na ezt legalább tudom. Azt ezeket felét sem tudom, komolyan lehet. Ezt csak azért tudtam, mert azt mondtad, hogy tudod. Ha nem mondod, nem tudtam volna. Summer of things. A pervers. Hogyha nem mondtad volna, hogy tudod, nem tudtam volna, hogy mi az. Már megint le vagyok maradva. De mert hogy következett abból az, hogy az a válasz? Úgy, hogy nem szoktál úgy nagyon paradicsomot enni, de a csípős paprikákat szereted. Magyarországon... Nyár van, nyár. Jakuzana! Jakuzana. Oh, yes! De egyébként ez milyen dolog már, hogy mi volt a helyes válasz? 69? 69. Ja, mert az előbb is ugye az volt a helyes válasz, hogy 69, szóval Csányi Sándor, meg 69 egy játékon belül. Jól emlékszem, vajon? Jól emlékszem. Petur András. Nem olvasol, aki lehoz. Akkor még én vagyok szerencsés, mi? Ezt már ő vezet. Hát ő, ez két irodalmi olvasta. Kérdés volt. Ki emlékszik rá? Mi? De miért, amikor az én kérdésem van, mindig tudjátok a választ. Ilyenkor meg hülyeséget mondom. Én nem nyomtam hülyeséget, doktor egy fizikus volt. De ne engem már mindig. Te vezetsz. Szomolyán. Mondom, június, akkor nyár köszöntő. Azt tudom, hol van Szomolya. Ilyen bullshit kérdéseket. Gomolya mellett. Mert ha Gomolya lett volna, azt mondom, hogy Túró Fesztivál. Megint 500 forintos pénz, Csányi 69. Oh! Jó, oké. Nem tanultam Csernobilból. Az durva súly azért. Igen. Az nagyon durva súly. Most tele volt attól. Igen. Mit? Benne volt az autó. Miért engem? Recina. Ah. Ja, de azt én is indultok a vesztesek ligájában, nem csak a Diós Győr. Itt írják. Yes. Sajtettem, hogy nem írtam elég korait. Oda tudtam, hogy ez lesz. Off.
Bebop Lulu. Csak tip volt, vagyis az volt a legidiótább név. Hihetetlen az meg. Na, come on! Emerson Fittipaldi? Nem tudja. Nem igaz, hogy te is tudod? Mázli. Szép. Tip volt? Hát is akkora tip volt, mint a 20-at. Attól függetlenül szép volt, sajnos. Csípem ezt. Balázs támadd a végére. Ne. Gyerünk. De mi? Szép volt! Hogy a bunzeni égő! Szép volt! Ezt hívják úgy a játék nyelvén, egy királycsinálás. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Bullshit. Na, és akkor nézzük a válaszaitokat. Azt megint hagyom ezt a képet, az olyan szép, hogy én lettem az első, nem gondoltam volna, Balázs általában nyer. Balázs, olyan mázlista vagy, hihetetlen. Csinálj meg nekem egy tipmixet. Tudok. Ja? Tudok, sok a tudás. Na nézzük a válaszokat. 15-en válaszoltatok, és mondom a kérdéseket. Igen. Az első off-topic adásunk témáját 15-ből 5-en eltaláltátok, a hajóbalesettel is foglalkoztunk abban az adásban. Aztán, és a második adásunk volt a Csernobil. Hány éves a Diós Győr, a Debrecen, az Újpest, a Videóton és a Fradi együttvéve? 8-an is helyesen válaszoltatok, 558. És érdekes, heten 526-ot mondtatok. Ennek mi az oka? Aki 526-ot írt, megköszönöm, hogyha megmondja miért. Melyik a nagyobb, Kuba, Izland vagy Magyarország? Hát csak be kell írni a keresőbe, és kiderül, hogy Kuba nagyobb. Hárman találtátok ki. Aztán miért játszott Katar a Copa Amerikán? 11-en tudtátok, mert meghívást kaptak, de azt tetszik, aki azt válaszolta, hogy mert derogált nekik, hogy az Afrika kupán lépjenek fel. És volt, aki azt mondta, hogy nem is játszott ott, de sajnos Katar játszott a Copa Amerikán. Hány olimpiai érmet szereztünk a nyári olimpiákon? 90 óta 124, 3-an találtátok el, és 2, 4, 6, 8, 11-en adtátok meg a honfoglaló neveteket. Egy valaki van, aki sőt, ketten vagytok, úgyhogy tökéletes, aki négy helyes választ adott. Már keresem is, hogy ki. MTK 888, aki Róka 6000 becenívvel van a honfoglalóban, úgyhogy téged várunk, Róka 6000 majd. És a második játékos, aki szintén négy ponttal szerepel, Kutasi, aki Kutasi néven szerepel a honfoglalón. Gratulálunk nektek az 5 ponthoz. Érdekes, hogy pont azt tévesztettek. Most akkor 4 vagy 5 pont? 5-ből 4 pontot értek elő ketten, és azt tévesztette Kutasi, hogy Csernobil volt-e az első, és azt mondta, hogy a Csernobil volt az első adáson off-topic témában. MTK 888 pedig a olimpiai érmeink számát rontotta el, 137-et tippelt. Jó. Akkor kettőtöknek mondom a kódot, kérem, hogy csak ők ketten lépjenek be, nem más. Ez egy villámjáték lesz, és akkor utána még Balázzsal és Zolival is játszunk majd egyet. Hogy csinálok itt játékot? A zöld pluszra nyomjak? Vagy a plusz kód, létrehoz? A kódnál. Mind a kétszer nyom meg a plusz élet a kódnál. Nem ott. Amíg élek, én bögrét nem lehet nyerni, gyerekek. A Loki-tól csak Loki bögrét nyerhettek, de az meg úgy kell nektek. És hogy szerzem meg a kódot? Oda kattints kétszer a kódra, és pluszra. A plusz zöldre. Az már rányomtam kétszer, ott fenn meg is jelent. De nálam késik a stream. Igen, tudom. Játék. Behozással. Ja, jó, oké. Okay. És utána látod. Na, ja, 6878. Csak Róka 6000 jelentkezését várom.
illetve kutasi jelentkezését. Ő volt egyébként az utolsó kitöltő még 20 óra 24-kor. Gratulálunk nektek, és köszönjük, hogy részt vettetek ebben a játékban. Szabó Ádám, a Róka 6000-es. Atalta, te ne legyél magadra annyira büszke, hogyha jól láttam, nulla szerzett pontod lett. Igen, írod is. Akkor tőled nem kérek tipmix tippeket. Hát, dehogy nem kérsz, és az ellenkezőjét fogadod be. Ja, igen, igen, ez igaz. Úgy, gyerekek, raktam egy tipmixet, 6 meccs, rögtön az első elment. Az a legrosszabb. Megszűnt a játék, mármint hogy valahogy úgy, már nem vár tovább a rendszer, 43-07 az új. Beírom ide csetre is. Hát, ha úgy gyorsabban tudtok csatlakozni majd. Mennyire várjátok amúgy a holnapi, holnap utáni meccseket? Őszintén a holnapit leszarom. Most gonosz vagyok, de ez az igazság. Miért hazudjak? Csütörtök itt már rá. Pedig a Diózsjónak biztos lesz valami jó gyakorló meccse, nem? Játszunk valakivel amúgy, de nem tudom. Nem emlékszem, hogy kivel. Az én megnézem a fagyit holnap. Nyilván én is, de... Ja, hát de várni nem várom. Most érted? Igazán persze. Adja majd valami a három meccset. Rádió. Na. Valaki kint lesz. Ágoston kint lesz, jó szurkolást. Így van, szurkolt ki a győzelmet. Na és megérkeztünk, Róka 6000 is kutasi. Úgyhogy indítsuk a játékot. Lehet, hogy nem villámjáték lesz, nem tudom, hogy állítottam be. Ehhez a beállítósdihoz kevésbé érzek. Ú, kutasinak 56-os szintje van már. Az szép. Az jó. Hát nekem 37-es, és én vagy 20 éve regisztráltam, és akkor nagyon sokat toltam. Üveges József Kossuth Díjas fizikus. Én 61-es szintű vagyok, az jó. Akkor te is tolod rendesen. Én is nagyon régen regisztráltam. De miért nem dolgozó, Balázs? Első bejelentkezés 2004, 11. hó 23. Akkor regisztráltam. És szerintem jobb volt a régión foglaló. Nekem nem tetszik ez az új design ezzel a sok segítséggel, meg fejlesztgesd a várad, meg... Ja, régebben nagyon sokat játszottam, de az, amióta ez az új van, én se. Nekem 2017 az első. Akkor te már így ismerted meg. Én nem nagyon szeretek játszani a számítógépen. Lehetne. Sehogy, semmit. Azon sem, nincs egy játék se a telefonon. Ez mi miatt van szerinted? Azért, mert utálok veszteni, és hogyha vesztek, föltözbaszom a telefont, meg lesöpröm az asztalról a számítógépet. És rájöttem, hogy mindenkinek ez a legjobb, hogyha ez így van. Akkor viszont nézett lenne a videót, hogyha ilyen berítsesz. Nem sok látszott belőle, amikor lesöpröm az asztalról. Puff, ez nagy sötétség. Nem is tudom, hogy van ilyen, hogy hány ismerős lehet egy felhasználónak a Facebookon maximum. És eltaláltam! Láttátok, nem használtam segítséget. Mennyi? 2000? 5000. Ha nekem már van 4800, és akkor így gondoltam, lehet 5000 is. Norbi, meg fogod kapni a bögrét, ígérem neked. De tényleg. Ezt itt? Nem, azt olyanra nem bögre vált. Egyszer majd valahogy igaz, kapható lesz, megoldjuk, ne aggódjatok. Hallod, az M4 közvetít minket, most írta a Ó, minket? Nem mindent? ez nagyon jó film. Hogyha nem láttátok, nézzétek meg Ütközések címmel. Azt hiszem Samuel L. Jackson játssza az egyik főszereplőt. Na, kutasi! 2005-t. Ezért azt lehet taktikál, hogy a többi elmeccset M4sport.hu lehet nézni.
a csütörtökön a Honvédot, meg a Loki meccsét adja, azt tudti, a két hazait. Azt nem tudom, hogy a vidéjét adja, ők ugye most idegenben játszanak. És arra leszek kíváncsi, hogy miinkét vajon adni fogja, és nagyon félek tőle. Erre is nagyon kíváncsi leszek azért, mert egy időben lesz a vidi hazai meccsével, szóval az M4 Sport tuti, hogy kuka, mert az a vidit fogja adni. Úgyhogy vagy a Dunavördön leszünk, ahol meg lehet a Honvédot adják, szintén ütközik majd, vagy m4sport.hu. Nekem azért kellemetlen, mert nem leszek itthon, és valószínűleg akkor mobilnetről fogom. Mert szerinted, ha más nem, akkor az m4sport.hu fogja adni? Hát nem bánnám. Mert akkor különben sehol nem látjuk. Hát megyünk, elutazunk mi is. Mm, amúgy elgondolkoztam rajta. Tudom, hogy te nem szereted Albániát, engem érdekel az a terület. Szép hely amúgy, nagyon. Igen, csak... Ja, ezt beszéltük a múltkor is, hogy biztos kurva szép, de hogy a szom menne oda a Balkánra. És felrobbanjak egy aknán. Hát de Torino nem játszottál már... gyerekként akna keresőt? Torino már inkább vonzana. Csak először jussunk tovább, aztán majd megbeszéljük. Az aknakeresőt kitől kérdezted? Balástól, de tőled is. Hát én felnőttként játszottam aknakeresőt. Mármint valódi aknát kerestél vagy a gépen. Nem, csak ugyebár a korkülönbség miatt mondom. Ez a kérdés az előbb már volt. Ezzel valami szándékosság van? Soros van a háttérben. Tuti, hogy valami hitelkártya ellenes szövetkezet ez. Jó, nem akarok senkit kiejteni, azért nem támadok várra, jó? Rendes vagyok. Nikápolyi csatában... Hogy a videót a meccsét a Duna World adja, hát akkor valószínűleg a visszavágó közül is én azt hát, gondolnám, az... hogy amelyik izgalmasabb lesz, azt fogja adni a Duna World. Mármint amelynek az első mérkőzése úgy alakul, hogy izgalmasabb. Igen, mert a Zalgiris Honvéd az 19 órától van, a Vidi Zeta és a Kukesi DVSC pedig egyaránt 20 óra. Tehát, hogyha ha elkezdik adni a Honvédot a Duna World-en, akkor nem férünk be már a 20 órás időpont miatt. Mert nyilván a Vidi lesz az M4-en. Bocsánat, tudtam ezt a választ, zenei előképzettségem van. Sorry. Legyen itt ez a... Az Asztana megverte a Krújt. Nem mond semmit a második csapat. A CFR Krúj a román bajnok, vagy melyik ja, a bajnok? Ja, azt. Vertem meg kettő egyre, az se szar. Igen, azon ment el a mixem. Norbi egy Loki bögrit hamarabb fog kapni a live-ra, mint tőletek. Küldöm már, is be van csomagolva itt mögöttem. Tóni, lekéstél arról, belőle vagy kétszer, játszál. Csak senki nem kéri. Online Tóni kérdezi, hogy lehet-e velünk játszani, de lekéstél, későn jelentkeztél be, már most a nézőkkel játszol. Viszont, hogyha föntebb görgetsz, van egy... mini játék, azon megmutathatod tudásodat. Még senki nem válaszolt mind az öt kérdésre helyesen, úgyhogy itt a lehetőséged megmutatni tudásodat. Csak görges följebb a chat. Na, a Hajduk Split meg nyert a Csíra United ellen 2-0, és Gyurcsó lőtt az első gólt. Kérdettem még egyszer a linket, hogyha valaki még szeretne próbálkozni vele. Nagyon hangos a játék. Igen, néha nálam, mert nem tudom lenémítani rendesen valami miatt. Na, ezt nem tudtam. Mert hogy ugye annyit nem képesek megcsinálni, vagy hogyha igen, akkor szóljatok. Itt lesz valami, hogy... Itt sem látom, hogy le lehetne tiltani hangot. Tehát, hogy... Nem látok olyan menüpontot, hogy kus legyen. Közmű ollónak, mint mutató számnak mi a miért? Mi az a közmű olló? A százalékjel az közmű ollónak hívják? Mióta?
Mióta édesanyád pilóta, Zoli? Ja, én nem tudok románul, gyerekek. Lehet, hogy a Kluyas Krus, de ezek mivel valami mordori nyelvet beszélnek, tök mindegy, hogy mondják. Nem tudok mordoriul. Glaubersó. Villámhárító az viszonylag hamar volt. Közben itt nagy izgalmak vannak, nem tudom, nézitek-e ketten az élő Balázs, ő pornót néz. Inkább. Honnan? Már megint. Annyira csendben vagy. Nem, én amúgy más nézek, tényleg. Nem érdekeltek. Hamuzsír. Azt sem tudom, mi az a hamuzsír. Te használtál már hamuzsírt, Zoli? Hogy a francban ne használtam volna? Na mire? Meg tömlősajtot, meg toást, meg átézi vizet. Hamuzsír. Akkor a Cluj kapott ki, gyerekek. Most már tudjuk, hogy kell kérni. A Cluj-t? Cluj. Az Cluj. Nem Cluj. Igen, a Kolozsvár az jobban tetszik nekem is amúgy. Mi? Ezt értelmezhetésre tudom ezt a kérdést. És mégis megnyerem 25 tizeddel. Majd bocsánat. Nem akartam, nem volt szándékos, így alakult. Jó, nyilván Kolozsvárnak mondjuk, az nem kétség. La Repubblica. Olaszország. Nem tudtam, hogy Olaszország. Hát tutti el cane. Nem tudtad a la Repubblicát? Nem. Csibu zöld vagy, most látom. Közönséges nyír. Én nem tudok szurkolni neked. Őshonos. Nem tudtam a la Repubblicát, mert amikor ott voltunk, akkor én olyan... Mi ez? Hol van? Spanyolban, nem? Nem, olasz. Én is azt mondom, hogy spanyol. Olasz. Köszönöm a játékot, Kutasi és Róka. 6000. Remek volt, én élveztem. Balázs, csinálsz egy újabbat, akár lehet megint sport, és ilyen nagy... Vagy pakolj bele mondjuk 3 kategóriát. Csillagászatot, történelmet. Na akkor mondjátok, hogy milyen legyen. Hosszú hadjárat, vagy villám? Hosszú hadjárat, ez lesz az utolsó játékunk ma. Igen, és milyen témakörökkel? Hát... Földrajz az mehet. Van ilyen ecsetvonás, van... És azt nézve, mi nem lehet kiírni? Földgömb, kard... Az újságpapír legyen benne mindenképpen. Jó, igen, akkor van egy ilyen... Menjen minden! Ebben nem lehet. Olimpiai ikon, 2 maszk, egy... Mi az az utolsó? Az random nincs, Balázs, nincs olyan random? Nincs. Akkor válaszd azt. Olyan van, az összes. Jó van az összes. Minden... Jó van, akkor... Megint nyerni akarok. Hagyjuk Zolit nyerni. Valázs a La Repubblicát. Hagyjuk Zolit nyerni, mert körbe szétti a monitort, és nem tud jönni vasárnap. Most úgy jöttem ide, hogy ki vagyok, mint egy zenmester. Van a La Repubblicával. Hogy azon olvasott, hogy a Juventus mit csinált. Ja, persze. Tudtok olaszul sajnos. Na lássuk. Hú, Nagy, nem nagyon tudom értelmezni ezt a furcsa kérdésedet. Azt írja a chatben Nagy 11, hogy inkább a felcsút legyen a bajnok, vagy essen ki a kedvenc csapatotok. Hú! Melyik kezünket tépjük le? Inkább legyen a felcsút a bajnok, úgyis az lesz előbb-utóbb. Előbb-utóbb úgyis kiesik a Diózsia. Megint piros vagyok, gyerekek, és a borsod az enyém. Mivel a saját csapatomat jobban szeretem, mint amennyire utálom a többi csapatot, ezért nyilván a saját csapatom javára ítélnék egy ilyen kérdést. Ja. Abszolút.
Csak utána megkérdőjelezném azt, hogy kimegyek-e a következő meccsre. Így is elég sokszor kérdőjelezem meg magamban, hogy jó döntése. De vettem megint bérletet. A Marigotot. Azt magyar. Hogy ez hogy? Tóth Amerika. Bakker. Nem gondoltam. De honnan tudtam? Akkor miért nem azt nyomtad? Hát én találtam el egyedül. Hát de hogy? Ja, te nyomtad. Azt mondom, hogy az ember, hogy Tóth. Mondom, akkor biztos magyar. Tóth. Hát ezt nem hiszem el, oké. Lehet, ő fedezte fel Amerikát igazából. Igen, az is a magyaroknak köszönhető. Kristályrács típus. Mi van veletek, gyerekek? Te mit csinálsz? Tudni, ott van mögött egy nagy csapat, és akkor így gyorsan pötyögik be mindenhol, aztán adják a fülesbe a információt. Náza műholdakkal. Ilyen nincsen. Én az első között vettem meg a bérletet, csak jelzem. Na, attól még nem kéne vegyület rácsot tudnod. Most rácsodálkozol? Na, ez legalább tudom, hogy harcművészeti ág. Az a baj, Balázs is tudta, ezt elmondhattad volna igazán. Yeah. Legalább nevettünk volna egy jót. Régen sokat origamiztam, úgyhogy szkúzi. Azért tudtad a vegyület rácsot? Egy igazi origami bajnok voltál? Nem is értem a kérdést. Hát ezt nem hiszem el. Na ilyenkor szoktam lerúgni a monitort az asztalra. Faszom! Az volt az egyetlen, amit tudtál valahova kötni, azért azt jelöltet be, tudom. Zsorzett, vagy mi volt az? K. Jaj. Ez most melyik K? A Men in Black-es K, vagy a dzsungelkönyvés K? A dzsungelkönyvés szerintem, de tök mindegy. Ja. Hű. Balázs nem érti a kérdést, instant win, ennyi. Igen. Következő kérdést hallhatom. Hát, oké. Okay. Yes! Hát, yes! Gondolkodtam azon, de mondom, igen. Igen. Hát minerál, ásvány, víz. Tényleg. Jokos. Lepasztam. Ó, oh, mondottam. Egy egyet láttam. Egérrel hamarabb ütöttem be, kormány. Igen. Galéria idén szerint a kisvárda és a felcsút esik ki. Hát majd fogunk erről beharangozni az NBA egy kezdetén, és megmondjuk, hogy mi is a kérdés, azt hittem, hogy hányszor lett aranyérmű. Hát de a hanyadik olimpián, de ezt nem értem. De ki hanyadik? Az meg! Ó, 130 évesen! Hanyadik olimpián, azt olvastam, nem azt, hogy hanyadik olimpián. 150 évesen oda megy. Mit olvastál? Hogy hanyadik olimpián. Ja. Azt mondtam, a fabból tudjam. Ó, sokat írtam. És ha valakinek a fejcsúta kedvence, kérdezi Kaposvári Péter. Hát csináltunk egy kérdőívet, amit majdnem már 800-an töltöttetek ki a végére, és senki nem jelölte be, hogy a felcsútnak szurkolna. Senki. Úgyhogy... Ó! Oh, bocsász! Oh. Nem hiszem el. Komolyan mondom, most már tényleg szétfejlek valamit. Rage game lett a honfoglalóból, srácok.
Szóval, hol is tartottam? Ez easy. Igen, csak sokat gondolkoztam rajta. De egy van! Ó, basszus! Egy van! Még nem jött a válasz, már akkor eszembe jutott, hogy van egy. Szeretem az ilyen cseles kérdéseket amúgy. Hát, hogy hülyeséget írtam... Harc. Szóval én úgy kezelem, hogy a nézőink között nincs felcsút szurkoló, vagy kedvelő, vagy ilyesmi. Nevezzük akárhogy is. Ezt akartam még itt befejezni. Én vagyok. Mi az, húgy kettő? Kato. Kiről nevezték el a 2006-os budapesti úszó EB helyszínét? Nem áll. Nem áról. Hát ezt nem hiszem, hát komolyan. Így is megy neked, most miért nem olvashatom fel a kérdést? Nem volt közt, hogy Csányi Sándor. Én most kedves leszek, és nem Zolit támadom be. Nagyon melegen van. A gyengéket nem bántjuk. Milyen nehéz kérdések. Csak az enyém nehéz. Lehet, hogy hülyeséget írtam? Hát a kettő az nem olyan jó. De hogyha egy ember köti a szitát, akkor csak kettő. Mondjuk ez igaz. És az is szita kötő. Már négyet képtél. John Lennon. Nazareth. Krém. Az Obituary együttesnek volt az énekes. Mindegy, a japánok úgyis leszarják. És most ráadásul újra megnyitották, azt hiszem. Azért mondom, nekik mindegy. Szabadítsátok ki Willit. Most kihagyunk a játékból, Zoli. Nem baj. Azt nem mondod, hogy tudtad. Nem tudom, mi a rosszabb, hogyha azt mondod, hogy tudod. Ezt az egy települést ismertem, azért jelöltem be azt. Az ott van Pécs. Rá engem támadj. Igen, van ott jó kis bor. Ezt viszont tudtam. Mert akkor mikor született Esztergály és Cecília? Hát a 50-es évek. 50-es évek, igen, inkább. Sorry. Közben azt kérdezi Nagy 11, hogy a saját csapatotokon kívül melyiket néznétek el szívesen bajnokként. Magyarul melyik csapattal szimpatizálunk még valamennyire a Lokin kívül leginkább, hogyha semmelyikkel. Ja, de a magyar mezőnyből? Hát gondolom. De szerintem lehet MB2-t is mondani, és akkor én könnyen azt mondom, Szolnok. A Pécset. A Pécset. A Pécset én nagyon nem. Szerintem az olyan szintelen szaktalan focit játszott annak idején. Nem tudom, én szerettem a Pécset, sok fiatal mutatkozott be ott. Annak idején nekem nagyon tetszett még egyébként az MTK-nak a klub felépítése, még a 2000-es évek elején, a Illés Béla-féle MTK, meg utána még a Németh Krisztián, amikor jött, akkor volt még ott az a Pál András, azt hiszem, az utolsók egyike, akik amikor NB1-ben elkezdtek játszani, olyan dolgokat csináltak a labdával, csapatként is, meg egyénileg is, hogy arra azt mondtam, hogy az igen. Színház az egész világ. Mit szóltok, hogy Pölöskei Zsolt visszavonult? Hurrá! Vagy kurva sok, vagy kurva se kevés? Hát, kurva kevés. hát, hogyha sérül... Említése sem méltó. Én soha nem tartottam egy olyan igazán nagy játékosnak. Jó játékos volt, hogy csak állandóan sérült volt. Igen, nem volt, hogy rossz játékosan volt.
még valaki beírta nálunk, hogy ő szívesen látná pöröskeit a Lokiban, hát. Nem tippeltél, Zoli. Basztus, én voltam! Amúgy csak tudtad volna, hogy... Csajkoszki volt, láttam. Te majd vissza. Csak én nem hagyom magam. Milyen könnyű volt ez is. 100 000. Hány forint? Keveset írtam. Én még keveset. Mi az az énekezhatjú? Van ilyen madár? Hát tudod, hogyha már van 5, és utána lesz egy 6, akkor összeállnak hattyúkká. Elősztem. Hát na de Zoli, hát focis kérdés. Abszolút nem tudtam sár. Ragao stadion. Ettől még a beleim se látszanak, már csak a csontváz rajta. Írja Szabó Ádám, hogy volt nálatok egy Szabó Ádám nevű játékos. Nem volt. Majd mindjárt linkelek egy cikket róla. Nem volt. Mi ez a hülyeség? Mi van? Gyíkleső. Olyan, mint hogyha valami nőknek lenne ilyen kukkere. Mi van? Nem tudom, nem tudok számolni, nem már tudok este 21 óra van, és igen. Na, no, azt még el is találjuk. Körülbelül egyetlen. Azt mondtam, hogy 5x3, 15, meg 2 nap, vagy mi az 30. Jaj. Még ilyenkor is fog az agyam, még úgyis, hogy félig olvasom a kérdést. Ne engem támadj, hadd keressem ki a cikket. Téged támadlak, nem érdekelsz. Köcsög vagy. Oké, megnézem majd a vadasparkban ezeket a hattyúkat mindenképpen. Aztán lerúgom a fejét valamelyiknek. Te ismered az adomás? Adom a kulibali? Adom a... Ó, kitűssek ki a győzelem. Az elődet, az elődet. És Balázs, aki gyíklesőt is tudta, hát jó, hogy tudta, ezeket tudja. Gyíkleső. Hidrogén peroxid. Linkeltem egy cikket. Nem, most itt beégek, hogy hajszűkítést választok. Pazd meg! Mit tudom én? Ilyen fasz kérdéseket ki talál ki? Hát de tudtad. Hát ó, persze. Így meg most Balázs áll nyerésre. Jó, hát az előtt megnyert. Megnyerte neked, Zoli. Veled megnyerettem. Nem, te tudtad rosszul. Annyi, ha hogy végig... jól tudtad volna a választ, akkor megnyered, szóval magadnak köszönt. Végig utolsó vagyok, de én döntöm el, ki nyer. Aj, de hülye vagyok! Van, bocsánat. Jaj, pedig ezt tudom. Jaj, valamiért azt hittem, hogy hány lap van egy csomag burger kártyában, ha napszert játszunk, és az 20. Jaj. Pedig még együtt Balázsra napszereztünk is. Tényleg? Tavaly nyáron. Nem Markozon. Ravioli. A bolognese. Ezután meg kell innom egy szakkét, ha már japán. Csak ketten játszunk, az amúgy nem snapszer, az csak 66. Jaj, már megint itt a tudásoddal dicsekedsz. Hát, utána olvastál Wikipédián gyorsan, mi? Másik fontosan azon megnyitva is gyorsan rágooglizok 3 másodpercet. Na jó, legyen egy vártámadás is. Ajja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 j
multimilliómos, a jazzravos, hely, multimilliómos. Most a Rudi az, most a Rudi az, a Rudi most jön a csalás. Látjátok, hogy nem csalok. Már segítségeket nyomkodod. Még szomizációs. Láttad-e, nem hagyom, hogy tudják koncentrálni. Doremi fá. Hajrá, Diós, jön. Hajrá, Diós, jön. Lino Ventura. Ez az. Lino Venturával megfogtál.
Játszátok le a második helyen. A vesztesek ligája. Domogyadó. Itt valami rossz káromkodás. Szerintünk tényleg bundázott, de nem tudom, ahogy a cikkben is írjuk, itt eléggé zavaros volt ez a történet, de ami tény, hogy, hogy elég hamar úgymond besült a pályafutás a fiatalon a srácnak. Nem, szerintem nem bundázott Balázs. Volt egy korábbi adás, ki lehet keresni, semleges térfél adás, ahol felvett egy bundát, de azon kívül szerintem nem bundázott. Ez a baj, hogy általában megnyeri ezeket a meccseket, úgyhogy ezért örültem annyira, hogy a előbb én nyertem. Zolinak is köszönhetően. De most Balázs nyert, úgyhogy... Kösz, srácok, a szurkolásra most. Gyenge voltam ma. Már megint hamarabb van a táblázaton a Loki, mint a Diós Győr. Na hát ez így szokott lenni. Sajnos. Egyébként várod az új szezonját a Diós Győrnek? Hát... Mindig várom a szezont, aztán gyorsan helyre tesznek a srácok. Utána már csak a szezon végét várom. De látsz valami remény sugarat? Nektek elég lenne az utolsó két fordulót lejátszani amúgy. Nem igazán, amúgy nem látok túlzottan sok reményt a most a többihez képest. Most szerintem a kapus igazolásotok az jó. Én nem hiszem, hogy kapus poszton voltunk mi gyengék. Én, lehet, hogy most ez így izének hangzik, de szerintem meg ott gyengék voltatok. Nézd vissza az elmúlt 3-4 évet, hogy nem volt egy fix állandó kapus, azok is folyton. Olvasom, hogy a húzó emberét veszíthetél a Diós Győr, Antal Boton. Hát mondom, az... Hát szerintem nem. Igazándiból itt az a baj, hogy... Hogy cserélgették a kapust. Tehát, hogy most szarulvét akkor is adni kell bizalmat neki, szerintem. Szerintem ennyi. Úgyhogy mindegy. Persze beszélünk a nemzetközi átigazolásokról, Neymar nem jött vissza a PSG-hez. Nagyon kár ilyenkor még átigazolásokról beszélni, mert nagyon kevés fix dolog van. Ugye Juventushoz ment pár játékos. Buffon hazatért, sálálálálá. Igen, ez neked a, szerintem a nyár híre volt. Jobban örültenek, mint a Ronaldo hírének, hogy érkezik? Sokkal jobban, igen. Gondoltam, hogy ezt mondod, ezért kérdeztem. Nekem ez az égigazolása, innentől bármit történhet. Delikt is jöhet, akkor is Buffon jobb. De Rabiot is már fix, sajnos, hogy ott lesz. Én sajnálom azt is, hogy Delikt nem a Barszánál lesz. Miért? Minek az oda? Én bíztam benne, hogyan a Barszához. Hát én reméltem, hogy nem oda megy. Amúgy. De mindegy. Én el tudtam képzelni inkább a Real Madridba. Most, ami miatt nagyon szomorú vagyok, hogy a Barcelonánál mekkora fejetlenség van, hogy most jön Griezmann, nem jön, jön Neymar, nem jön, mi van Dembélével, mi nincs Dembélével, Coutinho-t adjuk-e, nem adjuk, Rakitic marad-e, nem marad, hogy leáll fel majd a védelem, most csináltunk egy kapuscserét, de hogyha valaki komolyan gondolja, lásd, most én azt érzem, hogy a Juventus komolyan gondolja, akkor ilyen időszakban már régen a lényeges játékosok megérkeztek, megtörténnek az jó, hát azért az ingyen igazolások azok nyilván befutnak, de hát a lényegi rész még azért itt is hátra. Igen, tehát... Mondjuk Delikt elvileg a héten jön orvosira, azt jó lenne lezárni, azt a transfert. Nem tudom elképzelni, mi alapján választotta a Juventus-t ez a csávó. Én el tudom képzelni azt, ugye lehetett olvasni, meg hallani, hogy a Nemzetek Ligája döntő után Ronaldo oda ment hozzá, és mondta neki, hogy igazoljon a Juvéba. És látszott is, hogy annyira meglepődött rajta a srác. Azt ennyi elég? Hát úgy látszik, hogy ennyi elég, hogy meggyőzzön valakit. Hihetetlen. Figyelj, ha hozzád oda menne Ronaldo, hogy igazolj ide, nem igazolnál oda? Hát én nem tudom. Igazán. Elgondolkodnék rajta, az biztos, hogyha a világ egyik legjobbja kér meg. Hogy de nem érzi, így ment oda hozzá. Ha Ibra odaérne hozzám, akkor odaigazolnék, ahova mondja. Tényleg, hogy lerúgja a fejemet, mint egy kupakot. Meg utána megmondja neked, hogy hadd, már nyertem 36 trófeát, meg még egyet sem itt ugatsz be. Hát ennyi, amúgy igazából. Erről bírja, hogy a bízott benne, hogy a Unitedben megy Delikt, hát az... Nem, az nem volt az esélyes. A United az most nagyon nem az a szint. Nem, szerintem PSG, Juve meg a Barca volt a három esélyes. Hát meg a PSG, igen. Szerintem a PSG-se. Azt mondtam. Nem éreztem őket. Azt kérdezi, hogy ki nyeri majd a BL-t, erre most kár belemenni.
lesz bejeladásunk majd ősztől, és akkor a többiek is el tudják mondani a véleményüket, gondolatukat, meg addigra azért sokkal okosabbak is leszünk. De ne hallgassatok Csibura, érdemes erről beszélni, és a többiek véleménye attól nem érdekel, a PSG fogja nyerni. Mindig jövőre. Vagy a Fradi. De ez majd holnap kiderül. A Fradi a VB-t nyeri. Ja, tényleg, basszus. Nekik idén is van, nem? Minden évben karácsony van nekik szerintem. Külön rendeznek egyet most. Hát aztán, hogy holnap, hogyha nyernek, akkor pláne karácsony lesz. Csak kérdés, hogy tovább jutnak-e majd, meg hogy tovább jutnak-e a magyar csapatok. Most ez jobban foglalkoztat, mint a BL. Nagyon várom a csütörtöki Loki meccset. Hány magyar csapat jut szerintetek tovább a négyből? Három. Én is hármat mondok. Rendes leszek, és hármat mondok, nem kettőt. És melyik az az egy a szerintetek, amelyik kiesik? Én nem merem mondani, mert túl sok. Én a Fradit továbbra is a Honvédot mondom. Mit mondasz? Én a Fradit mondom. Én is Fradit mondom. Hát, nem kívánom nekik, de nagy szopás lesz, ha kiesnek. Hát, még utána mennek az EL-be. Hát, tök mindegy, de tudod, dumálnak kicsit nagy az arcot azért ott a klubházba időnként. Igen. Na hát köszönjük, srácok. Ott ezért egy jó nagy pofárás is lenne nekik. Az. Hát nagy, de már nagyon sokszor volt nekik pofárás, és nem tanultak belőle. Ez a magyar focinak a szégyene is egyben szerintem, hogy nem tanulnak belőle, és utána megint jön a szájtépés. A videótól legalább tovább megmutatta, hiába fikázzuk őket, meg hiába mondjuk, hogy nem tetszik az, ahogy viselkednek, megcsinálják, akkor is megcsináltak egy Európa Liga csoportkört, és ott akkor is tudtak menni egy egész egészséges, normális dolgot, tehát... És még a bajnokságban is tudtak teljesíteni. Igen. Azért, mert azért csak behúzták a második helyet simán. Hát mondjuk az nem. Szerintem az nem szint nekik. Hát, szerintem sem, okay. az nem szint. Hát nem az szint. Blama lenne, hogyha ha bármelyik a kettő közül nem az első kettőben van Fradi Vidi. Az óriási blama. Nem tudom, azért csak mentek nemzetközibe. Tehát itt már az is szenzáció. De 11-10, nem tudom hány pontot rájuk vert a Fradi. Tehát az hát jó, oké. Okay. Na hát, szurkolunk majd a magyar csapatoknak, ki kisebb, ki nagyobb hívvel. Nyilván mi a Loki meccsét várjuk már, nagyon bízunk benne, hogy jó lesz a hazai meccs, és meg lesz majd minél több továbbjutás. Köszönjük, hogy velünk voltatok ebben az off-topicban. Most egy kicsit eltérek a megszokottaktól, nem mondjuk meg, hogy mi lesz a következő adásban, de mindenképpen egy sokkal filozofikusabb és mélyebb gondolattal teli adással készülünk, majd valamikor vagy a jövő héten, vagy pedig két hét múlva. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és reméljük, hogy élveztétek ezt a kicsit szokatlanabb adást, aztán pedig mi reméljük, hogy majd több semleges térféltaggal tudunk jönni nektek off-topikozni, mert annál jobban örülnénk neki mi is, hogyha többen lehetnénk, de hát ezek a hétközi adások mostanában ilyenek. Kellemes további nyarat nektek is, szép estét, sziasztok! Sziasztok, srácok, kösz, hogy jöttetek, még azt elmondom, hogy holnap nemzetközi meccset játszik a Diósgyőr is, a Poprád ellen, hogy aki jól akar szórakozni, az azt nézze meg, és én most két hétre elköszönök, aztán meg majd tök felfrissülve jövök vissza, és honfoglalóban mindenkit megverek. Most két hétig csak honfoglalózni fog a Zoli. Ő. Szevasztok.